Szerbusztok, kedves emberek, kedves gyerekek, én Oszkár vagyok, és ez az MK9 Arcade Ladder sorozatom következő része, a kintáros végigjátszás, tehát Arcade Ladder fogunk nyomni, és kintáró karakterével fogjuk végigvinni. Ugye az előző részben már ecsetelgettem ugye a három karaktert, főellenség karaktert, hogy melyik a legjobb szerintem. Kintáró az, akit a legkevésbé kedvelek. Tehát neki tulajdonképpen kettő olyan mozdulata van, ami úgymond használható. De valahogy nem. Az X-ray-je az is olyan, hogy bár olyan erős, mint Goroé, de lassú. Tehát olyan nagyon lassan kapja el az ellenségnek a testét, és kezdi el kivitelezni úgymond magát a mozdulatot. Az övé az egyik leglátványosabb X-ray támadás, hogy egyébként. Hát igen, ez mondjuk egy erős mozdulat, ez a elkapás, ráadásul védhetetlen. Nem vesz le annyit, mint Gorónak a támadása, tehát elkapása, de azért elég jó. És hát ugye van ez a tűzköpés, meg az az elkapás, a levegőben elkapás, az is egy nagyon jó kis mozdulat. Tehát mondjuk dupla a tűzlabda a láb elé után érdemes bevetni ezt a levegőben való elkapást. Hát igen, meg van ez a sima tűz, ugye ez is egy elég jó. Hát igen, igen, szóval rá kell érezni, de egyébként, hogyha ezt sikerül bevinni, akkor elég jól sebez. Tehát nem azt mondom, hogy gyenge karakterről van szó, egyáltalán nem. Meg hát ugye van ez a... Jaj, Raiden bácsi, mi ez? Igen. Lefel és rúgás, lefel és rúgás, és akkor ez a ráugrás sos mozdulat ott van egyből. Hát igen, ennyi volt Raiden. Most az X-ray elég lassan hozza be, tehát ilyen vaj, elkapás, de hogyha már be van hozva, akkor sebez rendesen. Tehát eldönti a mérkőzésnek a menetét általában. Úgy fél úton kivált kép. De valahogy mégis ő a egyik leglassabb karakter a három közül, a három boss karakter közül. Én mindig azt mondom, hogy Goro a legerősebb, meg a legjobb. Illetve hát Shao Kahn, ugye, hogyha megfelelően illüzíted a dolgait. Hát igen. Az a probléma Kintaroval, hogy túlságosan elbizakodott. Nesze! Kénytelen voltam használni a képességemet. Csak hogy lássuk az erő különbségeket, kedves Striker bácsi. Bum! Haha! Küldtem egy forró puszit Striker irányába. Kintálóval figyeljétek! Igen, főleg, hogyha sarokban van szorítva az ellenség, akkor nagyon jó ez a láb elé tűz. Mert akkor egymással háromszor is meg lehet csinálni. És utána ezt a levegőben elkapás, ez abszolút király. És kész. Ennyi. Vouch! Kintaro wins. Szóval ilyen egy boss karakterrel lenni, gyerekek. Tanuljátok meg! Hogyha boss karakterrel vagytok, akkor gyakorlatilag legyőzhetetlenek lehettek. Oszkár tanácsaival. Úgy van. First hit. Hát ugye az alapmozdulatok azok majdnem használhatatlanok, itt Kintaro esetében is. Tehát igaz, hogy van ilyen dupla kombó vele is, de olyan keveset vesz le, hogy ez nevetséges. A régi MK részekben egy ütéssel az kb. Akkorát sebzett, mint egy felütés. A régi MK-kban ott a sima mozdulataikra is oda kellett figyelni az ellenségnek. És az ő felütése, az se vesz le túl sokat. Akkor van ugye
demonstrálni. Jó, meg hát igen, van ez a tűz. Na, gyerünk. Na, hát ez csak ennyit vesz le. Ez lófütyi. Ó, na ezt benéztem. Mindegy. És ennyi volt. És egy buktatás a végére, azt kész. Egyébként, hogyha bementek a move listbe, akkor ott nincs feltüntetve se Kintarónál, se Gorónál az izé, mindjárt megmutatom, tehát a kivégzés. Tehát az X-ray támadás az fel van tüntetve, plusz az, hogy mit hogy kell csinálni, de annyi, meg az alaptámadások, azt annyi. Szóval, a neten kéne megnézni, hogy van a kivégzés, de na most csak emiatt nem lépek ki, hogyha nem haragszatok meg. Zuty! Na, Baraka bácsi, tessék levegőbe repülni. Yes! Hát igen, ez egy ilyen masszív 30%-os sebzés. Zuty! És kész, el van döntve a menet. Kedves Baraka, jobb, hogyha a földön maradsz egy ilyen támadás után. Bum! Ah, igen, ez elbizakodottság. Kintarónál, hogyha nem csinálna mindig ezt a akkor sokkal ütőképesebb lehetne, én azt mondom. És ez ugye Kintarónak a mozdulatait sem lehet enchantolni. Goroira is teljesen véletlenül jöttem rá amúgy. Júi! Ez egy egészségtelen mozdulat Kintaróra nézve. Így van, kérlek alásom. Így zuty! Igen, hát ez a legjobb mozdulata amúgy. Jaj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 
közelről egy puszit Barakának. Kintaro wins. Egy hatalmas nagy cicamica az a Kintaro. Na gyerünk Rain, mutasd meg, hogy mit tudsz. Aha, nem sokat. Ez szép volt. Le a kalappal. Haha. Yeah. Yeah, motherfucker. And you got this. And this. And the final blow. This. Yeah, ouch. Hát igen, ez van Kintaro bácsi, hogy ha begerjed, akkor elkezdi szórni ezeket a láng gömböket a láb elé. Aztán egy zuty, egy gyomormasszírozás. Ugye, kedves Rain? Majd meséled el, milyen volt a gyomormasszázs. Kaptam egy orvosi beutaló gyomormasszázsra Dr. Kintarótól. Aztán elmentem a fogorvos Dr. Goróhoz. Na, Sonya Blade. Sok esélyed van egy ilyen 200 kilós melák ellen. A csontos feneked nem segít. Hát igen, ez a legjobb. Ez a legjobb mozdulat. És mindjárt kész is van. Ne erről kötj, Sonya. Körülbelül ennyi esélye van egy nőnek Kintaro ellen. Különösen ekkora méretkülönbségek mellett. Ugye? Hát ez van. Jajcs! Jajaj! Hé, hey, mi volt ez? Hogy merészelsz? Ezt meg kell torolni.
Toro! És akkor... Szevasz! Igen, ezt fogom csinálni, csak a másik irányból, yeah! Egyébként nemrég jöttem rá arra, hogy a pozícionálásnak, tehát a harci helyzetnek a beállítása az, hogy bal kéz van elő, vagy a jobb kéz van elő, az nagyon fontos. Vagyis hát nem az, hogy nagyon fontos, de vannak olyan mozdulatok, hát Johnny Cage-jel kapcsolatban jöttem erre rá, amit könnyebb kivitelezni, hogyha mondjuk most Kintaroval mutatom, hogyha mondjuk ez az alapállás. De hogyha így meg lehet így fordulni. Tehát így lehet így forgolódni így. És akkor hogyha bizonyos mozdulatot akarsz kivitelezni, mondjuk egy komolyabb kombót, akkor érdemes átállítani a másik irányba, és akkor könnyebb behozni. Erre nem olyan túl rég jöttem rá. Johnny Cage-nek van ugye a Széles Vászon című kombója, ugye a ütés, tehát ez a eléggé jó kis kombó, tehát kb. Ilyen 15%-ot sebez. És azt például úgy célszerű, hogy mindig hát találjon neked. És így akkor viszed be, akkor egymás után kétszer be lehet vinni középpályán, tehát nem kell sorokba szorítani az ellenfelet. És akkor ugye ennek van egy olyan hatalmas előnye, hogy hát nagyobbat lehet vele sebezni konkrétan. Hiába tűntél el, Smoke, elkaptalak, megtaláltalak, és lezúztalak az ökleimmel. És akkor egy pici perzselés. Disznó pörkölés volt. Kintaro wins. Hát így van ez, kérlek. És már is Shang Tsung következik. A Shang Tsung-tó. Wow! Freddy Krueger. Rémálom az elmúlt szában sztárja. Neki is az első két filmje az még jó volt, mármint az eredeti. Még a, nem tudom, 80-as években készült film. Egy kis pici gyerkőc voltam, amikor azt láttam, annak az első két részét. És azok még félelmetesek voltak, hát akkori szemben ma már lehet, hogy a mai fiatal generáció nevet rajta, vagy sokkal durvább horrorfilmek jönnek ki, mint mondjuk a Rémálom az elmúcában, de akkoriban az nagyon jó volt. És emlékszem, hogy volt a Rémálom az elmúcának egy ilyen külön kiadása lehetett szerintem, mert azóta sem találtam meg, hogy az melyik volt. Arról szólt, hogy egyedül élő anyuka. Na. Élt a kis gyerekével. A kisfiával. Egy ilyen távoli lakásban, és akkor ugye ez a Freddy Krueger szépen megjelent. A kisgyerek álmában, és a lényeg, hogy átvette felette az irányítást, és na mindegy, nem akarok spoilerezni, hogyha esetleg valaki meg akarná nézni. Egyébként, hogyha valaki megtalálja ezt a filmet, akkor kérem szóljon. Szóval végignéztem az összes részét az Elm utcának, ami nem is tudom, vagy 4 vagy 5 epizódból áll, a régi széria, és nem találtam meg ezt a részt. Na, amikor fiatal kis gyerek voltam, olyan 8-9 év körüli lehettem, akkor néztem meg. És akkor emlékszem, hogy anyukámot még hát egy szobában laktunk még akkor, már mint aludtam anyukámmal. És hát egy késő éjszaka volt, tehát olyan 10 vagy fél 11 körül, ő már aludt, és a tévé bekapcsolva maradt. Én meg hát ugye kis gyerekként úgy sunyin nézegettem, ugye, hogy mi megy a tévében. És hát akkor adták ezt a Rémálom az Elm utcában valahanyadik epizódját, vagy valami külön kiadását, nem tudom. Fú, és olyan rémálmom volt tőle, gyerekek, hogy arra ébredtem, arra riadtam fel így alvás közben, hogy valaki így tiszta erőből villámgyorsan lenyitja a kilincset. De hallottam a hangot is, meg láttam is, és akkor így felriadtam, oda néztem, fú. Akkor volt az, hogy a fejemre húztam a paplan, meg mindent, aztán nagy nehezen elaludtam később. Szóval az egy elég durva álom volt.
Ja, a Kintaro Kintaro ellen, hát ez nem egy jó felállás. De azért sikerül megoldani azt a kihívást is. Nem olyan nehéz. Bár az X-rét azt remélem nem fogja bevágni. Ráugrottak a fejembe. Hát igen, Kintarótól ennyi telik. Igen, ilyenkor muszáj felugranom, hogy ne ő sebezzen engem, hanem fordítva, illetve hát tulajdonképpen egymást sebezzük ilyenkor. Most pedig jó lett volna behozni azt a cuccot, azt a elkapást, levegőbeli elkapás sikerült. Ez az. Mennyit vett ez le? Kára itt a végén nem írja ki. Kintaro wins. Igaz, hogy Kintarónak több életereje van, mint egy sima karakternek, de egy olyan 40-valahány százalékot szerintem levesz. Ha még el is kapod a harmadik tűzgolyó után, vagy hát egy a 38-et körülbelül. Ouch. Au. Na, gyerünk már, ez az. Kintaro grab. Hát igen, itt csak ez a mozdulat fog segíteni. Ajajajajajaj. Illetve hát még ez kihúzhat a kártyúból, bár ez az nagyon sok életereje van Shao Kahnnak, tehát még ez a mozdulat sem vesz le olyan nagyon brutálisan sokat. Ajajajajajaj. Gyerünk. Majdnem sikerült. Hát mondjuk így elvesztegettem most az X-ray-ért Shao Kahn, mert hát itt már 1% életerőt kellett volna csak levenni. Ugye hát van még egy olyan hátránya a főellenségeknek, de hát ezt már mondtam szerintem, hogy ugye ugrani nem lehet velük. Tehát olyan sima ugrás opció az nem nagyon van. Maximum ilyen speciális mozdulatokkal tudnak ők ugrani. Áú. Ez az. Gyomormasszázs, fejmasszázs és fogatlanítás. Na, ez lehet, hogy meg lesz. Yes. Meg ezt a Kintarót szeretem a legkevésbé a boss karakterek közül, a leglomhább. Viszont nem erősebb, mint a többi. Szóval nem tudom, a játékban úgy van beállítva, hogy Kintaro erősebb, mint Goro, de szerintem nem. Ez egy nagy butaság. Ouch. Ouch. Az a baj, hogy ezt a kalapácsütést ezt nem is nagyon lehet kivédeni. Boss karakterekkel. Robert Gira? Jajjaj. És kész. Kintaro wins. Yeah. Na gyerekek, ez volt a Kintaros végigjátszás MK9 Arcade Ladder. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Ha tetszett, akkor légy lájkoljátok, osztátok meg Facebookon, Twitteren, iratkozzatok fel a csatornámra, hogy még több ilyen fasza videót láthassatok tőlem. Oszkár voltam, tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!